Tavaszi madárszó. 40 esztendő, sok idő. Zádog Márton az öreg nyugdíjas 40 esztendőig tanított a faluban. Valahányan, akik ez idő alatt járták az elemi iskolát, hát azok mind emlékeztek a Zádog tanító úr okos tanítására, mely szerint kettő a fontos. Egyik az, hogy meg kell tanulni a betűvetést, a másik pedig az, hogy meg kell ismernünk saját magunkat, vagyis magát az emberi szervezetet. Az iskola teremfalai tele is voltak változatos ábrákkal, melyek mind az emberi test szerkezetét mutatták. Ezeken az ábrákon aztán mindenki úgy megtanulta az emberi csontvázlatát és a test működését, hogy a végén élő és holt valóságos ábra lett egyaránt. Zádog bogaras ember, azt mondják némelyek. Volt is némi igazság ebben, sőt, amikor 40 esztendő múltán nyugdíjba ment az öreg, ezt a csekély igazságot a körülmények igen megnövesztették. Rozzant falusi házban lakott ugyanis az országút mellett, és mivel a felesége már régen valódi csontváz volt, a rozzantság között egymagában. Nem is igen evett egyebet, csak zöldséget, tejet és mézet, és ha jött egy kicsi pénz valahonnét, azon minduntalan ábrákat vásárolt, amelyek már nem csak az emberi test szerkezetét mutatták, hanem a különböző színes és vados emberi fajtákat is. Pénze pedig jött, üvögetett, mert az út mellett egy kétholdas belsősége volt, amelyen gyümölcs, elegendő termet, és igen más egyéb is annak a belsőségnek a kertjében. Ezt a kertet különösen említenem kell, mert az egyik tavaszon olyan dolog történt, ami az említést akkor is szükségessé tenné, ha az a kert nem termett volna semmit. Azon a tavaszon ugyanis, amikor vége lett a háborúnak, az öreg Zádog kiment a kertjébe, hogy a művelés megkezdése előtt ott a föld állapotát vizsgálja. Lassú szemlélődéssel vizsgálta a földet, amely dűt állapotban volt nagyon. Nagy sebek égtelenítettek rajta, amelyeket a bombák és gránátok szaggattak belé. Hát, ezt nehéz lesz felásni, mondta az öreg. Járta a földet, s ingatta folyton a fejét. Majd hirtelen megállt, és vizsgálódva nézett valamit, amit tök módjára kifordulni kívánkozott a földből. Nézte egy ideig, de aztán lehajolt, s hát egy emberi koponya fordult ki a föld színére. Felvette a koponyát, és hazavitte. Otthon már csodálkozott is, hogy a sok ábra mellől miképpen hiányozhatott idáig egy koponya. Oda helyezte az íróasztalára, egy halom tér tetejére. Néhány nap elmúlt. Hanem a koponya nagyon unta magát, abban a hűvös és félhomályos szobában, és nagy unalmában azt kívánta, hogy történjék már valami vele. És történt is. Mert hát eljött a babonás öregasszony, aki hetenként egyszer takarítani szokott az öregnél. Miért Zádog úr? Kérdezte az én asszony. Mesztelen emberi koponya, mondta az öreg. Ki hozta ide? Én. Hadd lássa mindenki, hogy mi fordunk a vállunk között. Jobb lesz, gondolta az én asszony, ha nem folytatja tovább a beszédet, mert akkor magyarázni kezd az öreg Zádog, és a koponya mellé odaholja ismét a tudományát is, mely a magzattól kezdve a feltámadásig lefesti az ember. Inkább csenvetés jutott eszébe. Balog úr üzent atyából, mondta. Ez a Balog úr, aki abban az atya nevű faluban lakott, úgy szintén nyugdíjas volt, régi pénzeket és patkókat gyűjtött. Na mit üzen? Kérdezte. Tessék hozzája menni atyába. Egy darabig gondolkozott az öreg Zádog, hogy vajon mi lehet ezzel a bolond baloggal. Talán lehet is valamit, ami az emberi természetre azhoz tartozik. Esetleg kétfejű vagy háromlábú gyermek született a faluban. Jó, hát elmegyek, mondta végre. Vette a botját és hamarosan elismert. Csak holnap jövök vissza, szólott még hátra. Menj csak, mondta a vénasszony. Addig rendben lesz a lakás? Hát tisztogatni kezdett a vénasszony, de közben-közben olyan pillantásokat vetett a koponyára, hogy azoktól a pillantásoktól egyre jobban reszkedtek, mint a ketten. Végre aztán, amikor már kellő módon leszállt az alkony, nagy bátorsággal megközelítette a koponyát. Kivitte a kertbe, és ott a hízgazok közé földre dobta. Másnap délután hazajött az öreg, s hát a koponya nincsen sehol. Hamar egy fürge gyermeket küldött a vénasszony után, hogy jöjjön hamar, mert nagy a baj. No, mi történt? Jött meg a vénasszony. Valami rablók elvitték a koponyát. Nagy gyászban is tanástalanul ültek, hogy a rablók csak ugyan elvitték a koponyát. Aztán az öreg elszánta magát, és így szólt. Menjünk, keressük meg! Elindult elő a vénasszony utána. Kimentek a kertbe, s hát ámulattal látják, hogy a föld végig a veteményes kertben fel van mindenütt társva. Hát ezt ki csinálta? Kérdezte az öreg. Ma délelőtt az ember, mondta a vénasszony. S hogy mi?
Hát az úgy volt, beszélte a vénasszony, hogy a reggeli időben valaki egy koponyát talált itten. Ennek hamar híre terjedt, s mivel sok embernek van eltűnt háborús halottja, hát azok egy-egy ásóval minden jöttek, hogy hát ha itt találnák meg. Szinte szólalni sem tudott az öreg, hogy mit csinál egy koponya. Eljött az este. És az emberek sokkal jöttek az öreg zárdoknál egyben, és arról tanakodtak valahányan, hogy vajon kinek a koponyája lehetett az a koponya, amelyik felásadta a kertet. Az egyik ember ezt mondta, a másik amaz. De senki sem tudott bizonyosan. Hiába nőtt azonban egyre jobban a bizonytalanság, és hiába töltötte meg tömötten a rozzanfalusi házat. Hiába, mert nem tudtak szabadulni a különös koponyától, amelyik éjszorvos munkára serkentette az embereket. Vagyis mindenki elmondta újból, amit gondolt, majd elmondotta azt is, amit azelőtt a másik mondott. Egy volt csak egyetlen egy személy, aki nem szólt, hanem csak hallgatott. Figyel és hallgatott. Nem bölcsöreg volt az az egyetlen sem, hanem az iskolás fiú, akit zárdog a vénasszony után szalasztott volt délután. Múlt az idő, s nőtt egyre a rejtély. Végre a fiú, aki akkor járt éppen a második elemébe, megmondta az embereket, és így szólt. Én gondolom, kié volt az a koponya. No, ki? Kérdezte az öreg zárdog. Hát az útbiztosé, mondta a fiú. És te ezt miből gondolod? Én abból felelte a fiú, hogy még holta után is dolgoztatta az embereket. Mindenki nevetett. Pedig valóban volt egy útbiztos, aki kegyetlen hajcsák hírében állott, és aki csak ugyanott a kert alatt ütött agyon egy gránát.